Külön köszöntöm Halász János urat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkárát, Kapus Krisztián polgármester urat, országgyűlési képviselőnket, a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság elnökét, dr. Garai István Levente országgyűlési képviselő urat, Balla László alpolgármester urat, Ficsor József urat, a Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 alapítvány alapítóját, dr. Tarjányi József urat, a Petőfi Sándor Alma Mater Társaság elnökét, a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagját, Juhász István és Kapus Béla urakat, városunk díszpolgárait. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Kiskunfélegyháza város intézményeinek vezetőit, képviselőit. Köszöntöm városunk fiataljait. Köszöntök minden kedves megjelentet. Tisztelt ünneplő közönség! Régi, szép hagyományunkat követve jöttünk el ide, a Petőfi Emlékházhoz, hogy tiszteletünket tegyük városunk költőinek emléke előtt. Nekünk, kiskunfélegyháziaknak december 31-e nem csupán az új év búcsúztatását jelenti, hanem jelenti hazánk egyik legnagyobb költőjének, Petőfi Sándor születésének évfordulóját is. Arra a költőre emlékezünk most, akinek munkássága világszerte ismert, akinek verseit a legtöbb nyelvre fordították le, és távoli nemzetek is olvassák és szavalják. Arra a költőre emlékezünk, aki már fiatalon a magyar költészet nagyjainak sorába lépett, aki mindig félegyházinak érezte és vallotta magát. Nekünk évszázados idő alatt jelképpé vált ez a hely, ahol egykor gyermekéveit élte a költő. Itt, a templomkertben, a szomszédos utcákban, a piactéren és a félegyházi mezőkön réteken barátkozott, játszott gyermektársaival. Innen indult el dicső, sajnos tragikus halálba forduló életútjára. Hölgyeim és uraim, Petőfi Sándor, a nemzet költője örökélvényű példát ad számunkra hazaszeretetével, a haza és az ember szabadságát követelő szellemiségével. Mi, kiskunfélegyháziak különösen szívükbe zártuk őt, magunkénak érezzük az alföldi rónák költőjének munkásságát. Petőfi Sándor az 1822-ről 1823-ra virradó szilveszter éjszakáján született, és mindössze 26 évet élt. E rövid ember élet alatt azonban hatalmas, világszerte ismert életművet hagyott ránk, a magyar irodalmi népiesség utánozhatatlan költészetét. Büszkék vagyunk rá a világirodalom egyik legnagyobb óriására, Petőfi Sándorra. Mai meghitt, közös megemlékezésünk erősítse bennünk Petőfi Sándor iránti tiszteletünket, szeretetünket, erősítse városunk Petőfi kultuszát, erősítse bennünk közösségünk, összetartozásunk tudatát. Most kérem helyezzék el az emléktáblán a megemlékezés virágait. Az emléktáblát követően az emlékház udvarán felállított szobornál is elhelyezhetik koszorúikat, virágaikat.